A szociális munkanapja alkalmában rendezett ünnepséget az önkormányzat, amelyre a szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársait, vezetőit hívták meg. Bakai Nagy Zita a polgármester beszédében hangsúlyozta, a bajba jutott, rászoruló embereken segítő szociális munkások különleges hivatást végeznek. A lelkükkel dolgoznak, munkájuk különleges képességeket kíván meg, miközben társadalmi megbecsültségük alacsony. Képesnek kell lenni akár a saját gondjaik elébe helyezni mások gondjait. Képesnek kell lenni megérteni, elfogadni és felelősséggel viseltetni másokért. Világszerte és sajnos Magyarországon is vannak olyan munkák, amiket igazából láthatatlannak vélünk. Észrevétlenül ott vagytok a rászoruló gyermekek, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok ellátásában és az idősek gondozásában. Habár a legfontosabb munkákról beszélünk, én azt hiszem, hogy a megbecsülésük igencsak alacsony. Rátok mindig számíthatunk, és nem menekültök el a problémák elől, és még vészhelyzetben sem. Igenis, a megoldásra törekszetek. A rendezvényen a kimagasló munkát végző intézményi dolgozók kaptak polgármesteri dicséretet. A díjazottaktól azt kérdeztük, hogyan lehet helytállni a szociális szférában, és miért szeretik a munkájukat. Az idősekkel való segítés, másokon való segítés, ami jobbá tesz minket, hogy tudunk adni, és látjuk rajtuk azt, hogy nekik jobb, könnyebb, és azáltal elviselhetőbb az élet. Ezt a szakmát azért választottam, hogy minden gyerek részesülhessen abban, ami megilleti őket, és gyereknek érezhessék magukat. Tényleg hivatásnak tekintem, tehát hogy ezt nem lehet szív nélkül csinálni jól, viszont hogyha az ember szívből csinálja, akkor rengeteg örömet ad. Én rengeteget tanultam az életről a klienseimtől, vagy az ellátottaimtól. Hát hihetetlen sok ember sorsot ismertem meg általuk, és nagyon sokat tanultam abból is, meg általuk is. Ez mindig egy ilyen kölcsönös történet, és rengeteg szeretetet kaptam vissza. Elismerésben részesült a demens betegekkel foglalkozó Benkó Erzsébet, a fogyatékkal élőket gondozó Gazsó Andrea, az idősek házában vezető ápoló, majd intézményvezető helyettes Benyák Henriett, a Humán Szolgáltató Központban a gyermektáborozást szervező Eszenyi Zsolt Sándor, valamint az Új Buda Prizma park részlegén tevékenykedő Bali István József.